Most 50 éves vagyok, és 1991-ben érettségiztem. És akkoriban, már egy olyan másfél éve, amikor a harmadik osztály felétől körülbelül, akkor már úgy komolyabban érdekelt, hogy mi lehet az életnek a mélyebb értelme. Akkor úgy megértettem valahogy a kamaszkoromban, úgy valahogy megértettem, hogy azért ez egy átmeneti élet, nem pont van tele annyira boldogsággal, sok szenvedés van a világban, és akkor kíváncsi lettem, hogy de mi az oka ennek. És hát olvastam bizonyos kultúrákról már előtte is, azok már úgy valami lenyomatot hagytak, hogy olvastam indián sámánokról, akkor tibeti buddhizmusról, akkor egy Indiába utazó magyar utazónak a visszaemlékezéseiről, meg a utazási élményeiről. Úgyhogy valami kis kép már úgy volt a fejemben a dolgokról, meg hát persze iskolában is tanultunk a vallásokról, különböző vallásokról, és akkor amit úgy éreztem, hogy Jézus tanításaiba is kell legyen valami igazság, de úgy azért hittem abba is, hogy van lélekvándorlás, ez a sámán hitben is benne volt, a buddhizmusban is benne volt, a hindu vallásban is tanították, és akkor úgy ott keresgéltem ezen a területen valahol, hogy biztos van valami abba is, amit Jézus tanított, biztos van valami a keleti kultúrák tanításaiban is, de úgy nem volt egy egységes kép, hogy akkor most mi az igazság. És amikor mielőtt érettségiztem, előtte 2 hónappal találkoztam Krisna hívőkkel, és akkor éreztem ezt a dolgot, hogy itt most így összeáll ez a kép, hogy olyan dolgokról is beszéltek, amiről Jézus, hogy Isten egy személy, Isten iránti szeretetet kell kifejleszteni, hogy szeress uradat, Istenedet és embertársaidat, mint önmagadat. Ugye ez úgy valamennyire ebbe is benne volt. Ugyanakkor meg beszéltek arra, hogy ez nem csak egy életben történik, hogy a lelki fejlődés az nem egy élet alatt valósul meg, és akkor így bele tudtam ötvözni ebbe a dologba, akkor a keleti kultúrák tanításait is, és akkor ez akkor nagyon meggyőző volt, és azt is láttam, hogy nagyon lelkesek. Tehát azok a Krisna hívők, akik bemutatták nekem a Krisna tudatot, akkor ezt nagyon lelkesen tették, és nagyon logikus filozófiát is adtak elő. És akkor ez úgy meggyőzött így erről a dologról. Szóval azóta eltelt akkor már több mint 30 év, és az igaz, hogy közben még volt egy-két olyan időszakom, amikor voltak ilyen megingásaim, vagy amikor így elbizonytalanodott a hitem, de aztán valahogy mindig úgy alakult, hogy mégiscsak úgy éreztem, hogy ez az abszolút igazság, és ezt az utat kell követnem.